A Bátor Televízió híradója következik. Köszöntöm Önöket! Letették a katolikus óvoda alapkövét. Május 20-áig rendelkezhetünk adónk 1+1%-áról. Részletek. Hozzánkezdhetnek az óvodai csoportok szervezéséhez a Bátori István katolikus iskolában, hiszen a következő év őszén már megkezdi működését a közel 500 millió forintból megvalósuló óvoda. Az állam 267 millió forinttal támogatja a beruházást. A katolikus óvoda alapkövét szerdán tették le. Az ünnepi eseményen az iskola tanulói adtak műsort. Hát nagy öröm számunkra, azt hiszem, hogy a városnak is, a helyi egyházközségnek is, meg az egyházmegyénknek is, hogy itt Nyírbátorban gazdagodik az egyházi oktatás, kiteljesedik olyan értelemben, hogy óvodától egészen az érettségig egy teljes vertikum alakul ki és jön létre, és hát hálásak vagyunk mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Közös összefogás és állami segítség, hogy tudunk most egy új óvodát is építeni, és az óvoda alapkő letételére most sor kerülhet. 2020-ban tudjuk szeptemberben indítani az óvodát, de most letesszük az alapkövet, és aztán ahogy összegyűlik a forrás, akkor abból fel tudjuk építeni. Én azt gondolom, hogy itt ez a beruházás egészen biztosan erős alapokra építkezik, legalább két szempontból egészen biztosan. Van a beruházás mögött egy olyan fenntartói és intézményi háttér, ami azt gondolom, hogy kellő garanciát és biztonságot jelent szülőknek, a pedagógusoknak, a városnak abban a tekintetben, hogy az a szellemiség, az az összetartás, az a közösségi munka, az a szakmai munka, ami az elmúlt években bebizonyította, hogy ez a közösség, ez az iskola képes maradandót alkotni és képes megfelelni a 21. század kihívásainak, ez megnyugtathat mindenkit, hogy jó alapokra építkezünk. A másik, amit én szeretnék itt megemlíteni, az a város óvodai ellátási rendszere, hiszen egy meglévő rendszerhez kapcsolódik ez a beruházás. Én bátran kimerem jelenteni, hogy Nyírbátorban van a megye legmagasabb színvonalú óvodai nevelési rendszere, mind intézményi, mind szakmai háttérben. És mivel nyilván ugyanezekből a gyökerekből fog kinőni ennek az intézménynek is a szakmai háttere, a szakember gárdája, én azt gondolom, hogy itt is biztos alapokra támaszkodhatunk. A harmadik gondolat, ami eszembe jutott, az pedig a környezet. Hiszen ez az épület egy nem akármilyen részén épül a városnak. Hiszen egy olyan történelmi, kulturális magba kerül elhelyezésre, itt a város középkori magjában, ahol egy 740 éves város történelme gyökerezik. És ahogy Püspök atya fogalmazott, én azt gondolom, hogy nagyon fontosak az épületek, nagyon fontosak ezek az infrastruktúrális beruházások. És köszönjük a kormány támogatását ezekhez a fejlesztésekhez, hiszen nyilván anyagi támogatások nélkül ezek a beruházások nem valósulhatnak meg. De a legfontosabb a benne lévő szellemi tőke. Hiszen abból gyökerezik minden, abból épül fel minden. És én azt gondolom, hogy Nyírbátorban ilyen szempontból jó gyökerek vannak. Úgyhogy én nyugodtan merek csatlakozni Püspök atyához abban a kijelentésében, hogy a jövő itt Nyírbátorban is épül. Ön szerint mennyire példaértékű az, ami zajlik itt Nyírbátorban? Mindenképp, amit az egyházzal közösen, mint most jelen esetben a katolikus egyházzal közösen meg tudtunk tenni,
kormány támogatásán keresztül. Szerintem ez kiemelkedő, de hála Istennek sok ilyen van az országban. Tehát ha a fenntartó olyan, hogyha a tulajdonos olyan, aki nagyon akarja a változást, és persze fontos is, hogy legyen fejlesztés, mert ez az iskola is rossz állapotban volt, nem volt tornaterem, kicsi is volt, kellett itt a változás. És hála Istennek valóban körülbelül 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor tettük le az alapkövet, tavaly szeptemberben adtuk át az iskolának a bővítését, tornaterem bővítését, étkező bővítését, és valóban most pedig egy újabb alapkövletételen lehetünk együtt, és ünnepelhetjük ezt itt Nyírbátorban, hiszen most pedig egy óvodának az építkezése kezdődhet el. Mennyiben tudja az állam segíteni ezt a kezdeményezést, hogy tovább fejlődhessen itt ez a rendszer, az épület? Hogyha vannak partnerek, akkor mindenképp tudjuk segíteni, és hála Istennek így a katolikus iskola vezetése, a püspök úr vezetésével mindenképp partner volt, és mindenképp az fontos, hogy nagyon akarták ezt a megújítást, ráadásul maga az óvoda fejlesztés, az pedig egy nagyobb egyházi óvodafejlesztési program, azon belül is egy katolikus óvodafejlesztési program része, és ebből én azt gondolom, Nyírbátorban élők, az itt gyermekeket vállaló szülőknek ez mindenképp egy nagyon nagy segítség lesz, amikor ez megépül. Ebben az évben is van lehetőség arra, hogy az adózók rendelkezzenek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Ezt 2019-ben május 20-áig tehetik meg. Magyarországon az adózóknak jó ideje lehetősége van már különböző szervezeteket támogatni az 1+1% felajánlásával. Most mik a legfontosabb információk ezen a téren? Az első és a legfontosabb információ, hogy május 20-a az 1+1% felajánlásának, illetve beküldésének a határideje. Ez azt jelenti, hogy eddig az időpontig kell teljesítenünk azokat a felajánlásokat, amelyeket a civil szervezetek, illetve az egyházak részére tesztek meg az adózók. Természetesen ezt meg lehet tenni a bevallás benyújtásától függetlenül is, lezárt borítékban kell beküldeni a felajánlásokat. A lezárt borítékot nagyon fontos, hogy írják rá a saját nevüket a boríték lezárt felületére. Ez mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy ugye biztosan bontatlan állapotban kerüljön a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, valamint az adóazonosító jelüket is tüntessék fel rajta. Fontos még, hogy a felajánlásoknál sok esetben a technikai azonosító számot az egyházak részére nem tüntetik fel az adózók, illetve hogyha nem változtatnak rajta, akkor ugye a tavalyi felajánlásuk ér automatikusan. Hogyha pedig módosítani vagy lemondani szeretnék, akkor az idejében megtehetik ezt az 1+1%-os nyomtatványon szintén az adózók, illetve tájékozódjanak mindenek előtt azokról a civil szervezetekről, amelyek részére a felajánlásokat meg lehet tenni, hiszen nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy olyan civil szervezeteknek ajánlanak fel 1%-okat, akiknek nem tehetnék meg, tehát nem jogosultak az 1%-ra. Ezeket az adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján találhatják meg az adózók. Itt az adatbázisok fül alatt tájékozódhatnak azokról a civil szervezetekről, illetve az egyházakról, amelyek jogosultak a feladás fogadására. Mi mondható el a magyar adózó állampolgárokról, mennyire élnek ezzel a lehetőséggel? Azt kell, hogy mondjuk, hogy minden évben nő egyébként a felajánlóknak a száma. A tavalyi évben már majdnem a bevallásban nyújtók fele ajánlotta fel az 1+1%-át. Természetesen az is hozzájárul a felajánlások pozitív számához, hogy hiba nélkül nyújtsák be ezeket a felajánlásokat, hiszen sokszor nem írják alá az adózók, illetve nem tüntetik fel saját adóazonosító jelüket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak ilyenkor nincs lehetősége arra, tehát nem adott a részünkre az a lehetőség, hogy kezdjük el kitölteni az adózó helyet. Sok esetben értesítjük természetesen az adózót, hogyha a határidőben még belefér, akkor tudja ezt teljesíteni, azonban általában mindig az utolsó pillanatban történik ezeknek is a benyújtása, mint ahogy a bevallásoknak is, tehát már nem nagyon van lehetőség arra, hogy módosítsák május 20-a után. Az imént szó esett arról, hogy többen ugye nem is támogathatóak a Magyarországon működő civil szervezetek közül. Olyanok is vannak, akik lekerülnek a támogatói szervezetek listájáról, de olyanok is vannak, akik felkerülnek, ha mondjuk az eddigi működési idejüket tekintjük, hiszen ennek van egy kitétele. Sűrűn változik ez a lista?
Ez a lista általában csak azokkal szokott változni, akiknek az adott pillanatban, amikor felülvizsgáljuk ezt a listát, köztartozásuk van. Ugye általában a civil szervezetek tisztában vannak vele, hogy előző év októberéig kell teljesíteniük azokat az adatszolgáltatásokat, amelyek ugye a felajánlásoknak a felhasználására vonatkozik. Azonban sok esetben olyan köztartozással rendelkeznek, amelyek ellehetetlenítik ezeket a civil szervezeteket, és ilyen esetekben sajnos le kell, hogy vegyük őket a listáról. A Bátor Televízió híradóját látták, megköszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru üzlet biztosította. Köszöntöm a Bátor Televízió minden kedves nézőjét. Én arra buzdítom önöket, hogyha a következő fél órájuk szabad, akkor mindenképpen töltsék azt velünk egy kis multidézéssel, egy kis jelen értelmezéssel. Nem magamtól találtam ki ezt a szó összetételt, hiszen az egyik almanakban, Nyírbátori almanakban következőt olvastam. A múltból merített szellemi értékek felidézése szükséges a jelen értelmezéséhez, és én ezt teljesen így gondolom. Ennek apropóján hívtam kedves vendégeimet ide a televízió stúdiójába, hogy az almanak eddig megjelent kötetei, szerkesztési elveiről, egyáltalán ahogyan összeálltak ezek a kötetek, kik vettek részt ebben a munkában, hogy erről beszélgessünk egy kicsit. Én tisztelettel megköszönöm, hogy valamennyien elfogadták a meghívásomat, és szeretettel köszöntöm Lorátné Hudák Katalin elnököt, a Bátor István Múzeum Baráti Köre Egyesület részéről. Köszöntöm a múzeum első emberét, dr. Bátori Gábor igazgató urat, és Németh Attila alpolgármester urat. Nos, hát nyilván nem véletlen, hogy ilyen körben beszélgetünk erről a témáról. Én azt szeretném, hogy elsőként azt bontsuk ki azt a gondolatot egy kicsit, hogy valóban akkor merült fel ennek az almanaknak a gondolata, amikor már majdnem meg is jelent az első kötet, vagy itt egy hosszú előkészítő munkára, egy hosszú tervezgetésre, gyűjtögetésre kell gondolni. Katika? Az első két kötet szerkesztői munkáiban nem vettem részt folyamatosan, természetesen részanyagot készítettem. Az elődöm Jánvári Tibor volt a múzeumbaráti kör elnöke, Gábor a múzeumban már ott dolgozott akkor, 2008-ban és előtte. Tehát a hosszú folyamatot tulajdonképpen ő tudja egész pontosan elmondani. Annyit természetesen, mint baráti körtag, én magam is megéltem, hogy hosszú folyamat volt a gondolkodás. Addig a pillanatig, amíg elhatározás született, hogy ez kiadvány formájában is megjelenjen. A segítség az volt és az előny, hogy Jánvári Tibor az életét
közszereplőként és magánemberként is Nyírbátorban élte, kapcsolatrendszere nagyon széles volt, és megtalálta azokat a segítőket, akár a szerkesztőbizottságban, akár a egyes életutak megírásában, akik vele együtt tudtak gondolkodni. Egészen mélyről indultunk, hiszen jó magam is dr. Tanhofer Lajosról, a hajdani iskolánk igazgatójaként az alapító és a névadónkról írtam, és ő az 1800-as években, tehát egészen mélyre nyúlt vissza. Aztán ahogy közeledtünk, nyilván életkorban és napjainkhoz való kötődésben is közeledtünk a napokhoz. Tehát erről inkább Gábor tud többet mondani. Gábor, hogy emlékszik vissza? Hát igen, vannak kulcsszavak, amiket meg kell idézni ehhez az egész történethez. Egyik kulcsszó mindenféleképpen a helyi érték és a helyi érdek felvállalása és bemutatása. A nyírbátori identitásnak a megléte, illetve olyan célokat, olyan feladatokat kell megfogalmazni egy ilyen munkának a elindításakor, amivel egyfajta ikont, egyfajta példát tudunk szolgálni a ifjú generáció számára, meg kell mutatni azokat az embereket, akik tettek a helyi értékek gyarapításában, és a példájuk pedig áthagyományozódjon a fiatalabb nyírbátoriak számára, hogy megismerik egyrészt, hogy kik azok, és mit tettek, és mi vár majd rájuk. 2008-ban, ahogy Katika is mondta, fogalmazódott meg ez a korábbi ötlet, hiszen ennek volt egy előfutása, már 2000-től indítható a történet, hisz akkor lett Jávári Tibor a baráti kör elnöke, és Tiborról azt tudni kell, hogy ő egy nagyon-nagyon elkötelezett nyírbátoriként, közösségépítőként volt jelen a városban, és amikor nyugdíjba vonult és megkapta ezt a elnöki feladatot, nyilvánvalóan ráfordult a régi nyírbátorra és a régi emberekre. Ő valóban egy nagyon komoly hálózati potenciál volt, hisz ismeretségi köre, a munkájából fakadó közéletisége sok mindent jelentett a munka indításakor. Amikor bennünket felkért, mi már úgymond kipróbált munkatársai voltunk, hisz dolgoztunk az ő irányítása alatt, tudtuk a gondolatait, tudtuk azokat a feladatokat, amiket ő nagyon-nagyon mivesen meg akart valósítani, és itt tényleg össze tudtuk tenni az ismereteinket, a neveket, hisz az alap elv az volt, hogy olyanok kerüljenek be az almanakba, és ez mind a mai napig így van, akik már nincsenek közöttünk, de meg kell őrizni a munkásságukat, az emléküket, és összeállt az első lista, több mint 60 név. Aztán ez így folytatódott, hisz bebizonyosodott, hogy 2008 és 2010 az két év választja el egymástól ezt a fontos dátumot az almanak történetébe. Nagyon-nagyon intenzív munkát adott, hisz volt mit bemutatni. És ami nagyon érdekes volt még az alapelvben, hogy nem követtük azt a mintát, hogy mi írjunk, csak mi írjunk, mi kutakodjunk, hanem hozzányúltunk azokhoz a forrásokhoz, amelyek tényleg a legautentikusabbak és a legszemélyesebbek, a családok. Mi megkérdeztük, felkerestük levélben a címeket, ugye kikutatva azokat a hozzátartozókat, akik nem Nyírbátorban, és Nyírbátorban is fontosak voltak a feladat érdekében, hogy egyetértenek-e velünk, hozzájárulnak-e és hozzátesznek, vagy akár meg is írják a hozzátartozójukról a visszaemlékezést. És ez egy ilyen közös munka a szerkesztők és a hozzátartozók munkája volt az, ami tényleg feledhetetlenítette azokat a délutánokat, amikor itt befutottak a levelek. Mi is, amit tudtunk róluk, ugye hozzátéve, végül is kikerekedett egy olyan történet, amivel nem lehetett szégyenkezni.
Három kötet van most már, hiszen a 45 éves város tavalyi jubileumi évében megjelent a harmadik ilyen almanak is, és én úgy gondolom, hogy talán csak az okozott nehézséget, hogy egyelőre kik ne kerüljenek bele, tehát a szelektálásnál, és itt a szerkesztésnél ugye már a polgármester úr is bekapcsolódott. A város ugye mindig jelentős támogatást tudott nyújtani ennek a megjelentetéséhez, és hogyha jól tudom, akkor a harmadik kötetet már maga a város adta ki. Ha valaki nem a környékre való, de ide keveredik a városba, vagy érdeklődik Nyírbátor története iránt, azt gondolom, hogy ha ezeket a köteteket végigolvassa, talán már ezekből is kap egy olyan képet, ezekből a sajátos leírásokból és visszaemlékezésekből, amelyek, ahogyan Gábor is mondta, sokszor valóban egy családon belüli évtizedeken át zajló életutat és tapasztalatokat, családi emlékeket írnak le. Alpolgármester úrtól szeretném kérdezni, hogy egy ilyen kötet sorozat milyen értéket képvisel a város életében? Hát hatalmasat. Gabi már elkezdte itt az előbb az indulás ötletét Jánbári Tibortól és a megvalósítás első két kötetét. Valóban így volt, az első két kötet a múzeum baráti kör gondozásában jelent meg, de gyakorlatilag akkor is az önkormányzat állta a költségeket, tehát a nyomdai és szerkesztési egyéb költségeket. Így teljesen egyértelmű volt, hogy ezt folytatni kell a harmadik kötettel. És itt az időrendű ütemezésnél is én hadd tegyek annyi kitérőt az előző kérdéshez, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy még nincs itt mindenki ebből a csapatból. De például Pásztor Jóska, aki az elejétől kezdve itt volt, és betegsége nem engedi már, hogy közreműködjön ezekben a kötetekben, a szerkesztésben, vagy Majtényi Edit, vagy Sipos Feri a könyvtárigazgató, talán így teljes, hogyha Tiborról már nem is beszélek, mert úgy tűnik, vagy úgy gondolom, hogy a legnagyobb hálával neki tartozunk azért, hogy ezek a kötetek jelenhetnek, még emlékeiben is. Engem nagyon megviselt az, hogy ő már szereplő ebben a kötetben. És gondolom nem voltam ezzel egyedül, hiszen a szerkesztési beszélgetéseken ez ki is derült. Tényleg ő egy olyan nyírbátori volt, amiből nagyon keveset tud felmutatni. Nem csak a három kötet, hanem a nyírbátori közelmúlt történelme egyaránt. És az, hogy időrendileg, hogy lehet ezeket ütemezni, fogalmam nincs, megmondom. Az első az kutya nehéz lehetett, hisz annyi név összejött, hogy az egy jó, ismertem Tibort, Tibornak a szerkesztési elveit. Nem irigylem a szerkesztőbizottság akkori tagjait, hogy mit össze kellett nekik küzdeniük azért, hogy azok kerüljenek az első kötetbe, akik benne vannak. Na de hogyha azt nézem, hogy a második kötetre már több mint 60 név maradt, ha azt nézem, hogy most a harmadik kötetben 32 portré jelent meg, ha azt nézem, hogy a három kötetben együtt közel 100 nyírbátori vagy nyírbátorra kapcsolatos személyiség van, és ez a lista így van. Épp most beszélgettünk adás előtt, sokan szeretném a tévén keresztül is tájékoztatni a lakosságot, sokan nem tudnak róla, hogy az elmúlt héten halt meg például dr. Tóth János, aki Orosz Miklós bácsi után a Bóninak volt az igazgatója. Ő Nyíregyházán élt. Nyilván, hogy neki is helye lesz majd a következő kötetben. Nagyon nehéz átfogni is, hogy mettől meddig, hisz itt Csiha Gábor 48-49-es tanító és főhadnagy visszaemlékezését kezdve egész Dózsa Gyurival bezárólag, aki sajnos nem szerepel a kötetben, de ennek külön oka van. Ez egy olyan kort idézhet fel az idegen számára is, hogy tényleg az fog neki kiderülni, aki még nem olvasta ezeket a köteteket, hogy Nyírbátor valóban úgy, hogy az idén ünnepeljük, ez egy 740 éves település, és ezt, ahogy Gabi is említette, ezt meg kell örökíteni. Egyre nagyobb szerepe lesz itt az írott anyagnak is, ami fennmarad a következő nemzedékek számára. Igen, akik még fiatalok, ugyan nekik és majd az ő gyerekeiknek íródnak ezek az összeállítások, és majd valószínű akkor kezdi el őket érdekelni, amikor már nagyjából kialakult a saját kis életük és világuk, és most nem érnek még rá ezzel foglalkozni, minden más leköti a figyelmüket, viszont
Akár ha arra gondolok, magamból kiindulva, hogy mennyi történetet hallottam nagymamától, nagypapától otthon, azért az ott van, míg hogyha most csak egy rejtett zubban fel tudják majd idézni, és lehet, hogy évtizedek múlva, ezek fontos adalékai lehetnek egy következő ilyen kis tanulmánynak, vagy egy leírásnak. Mindenkihez szól a következő kérdésem. Szeretném, hogyha minden kedves vendégem megnevezne valakit, legalább egy valakit itt Nyírbátorba, aki olyan igazi mesemondó volt, akivel sokat lehetett, vagy lehet beszélgetni, akitől sok mindent meg lehetett tudni, akár szomszédból, akár munkahelyen, akár a családból. Katita. Én ezzel a gondolattal kezdeném, hogy én nagyon örülök annak, hogy a baráti körben tevékenyen részt vehetek hosszú idő óta, hiszen alap felfogásunk, és az, ami összehozza ezt a baráti kört, az alapelvünk, hogy a régi hagyományokat megőrizni, megtartani, gazdagítani, és ezeket az értékeket, ahogyan az imént elhangzott, átadni a fiataloknak. Mert mi magunk is meglepődünk, hogy olyan személyek, akik még köztünk voltak, talán egy-két évtizeddel ezelőtt nem is hallották a nevüket a fiatalok. Mi úgy érezzük, a jelenlévők és a jelen nem lévők, de alkotók, hogy mi még ismertük őket személyesen. Mi még hozzá kapcsolódhatunk a munkatársakhoz, a családtaghoz, a volt szomszédaihoz, barátaihoz, tehát ezeket módunkban áll összegyűjteni, földolgozni és kiadványformában megjeleníteni. Említést nyert, hogy valóban a kérdésre reagálva, szerettük gyerekként is hallgatni ezeket a történeteket, és én úgy érzem, hogy nálunk a családban kezdődött. Egészen kicsi voltam, és szerencsémre a nagyapám hosszú-hosszú ideig élt, 90 év körül, édesapám 90 fölötti, 93 évesen halt meg, és ők természetesen, hogy a 900-as évek elejéről, a háborús időszakról nagyon sokat meséltek, és ezeket imádtuk hallgatni. Ahogyan iskolába kerültem, nekem mindig a történelemhez és a történelem tanárokhoz vonzódott leginkább a figyelmem. Sok kiváló tanárom volt. Nagyon örülök neki, hogy ezekben a kiadványokban, talán néhány ember szerint túlsúlyban is, szerepelnek volt pedagógusok, kulturális munkatársak, de mentségünkre rögtön hozzáteszem, ami érték valamennyi nyírbátor és ide látogató számára, hogy elég gazdagon válogatott különböző munkakörökből régi mester emberek, a kádár, nem ismerik már azt a technikát, nem ismerik azt a szakmát, tehát ezen keresztül valóban Nyírbátor társadalmát, gazdaságát, történeteit meg lehet ismerni, aki érdeklődik és veszi a fáradtságot. Én amikor történelem szakos hallgatóként vissza-vissza jöttem szünidőkben Nyírbátorba, akkor az utam a múzeumba vezetett. És ezért van ez a kettős kötelék számomra a Bátor István Múzeum baráti köre iránt, hiszen én nagyon jól ismertem dr. Szalontai Barnabás Múzeum alapító igazgatót, ő mindig alkalmazott bennünket, egy kis zseppénzért nyáron dolgoztunk, vendéget fogadtunk, kiállítást rendeztünk, és köztudott, hogy Barna bácsi hatalmas szellemi ismeretanyaggal, ugye ismerjük a néprajzos kiadványait, a múzeumi füzeteket, rengeteg olyan dokumentuma volt, amit jó magam is hosszú időre nyertem el annyira bizalmát, amikor főiskolás diákköri dolgozatként a Bátori család és a Károlyi család közel 100 éves peréről kellett írnom, és olyan eredeti dokumentumai voltak Barna bácsinak, amit ki kellett érdemelni, hogy elolvashassuk, hogy dolgozhassunk belőle, hogy megfoghassuk, mert nagyon-nagyon őrizte ezeket az iratokat. Én úgy gondolom, ha egy valakit kell megnevezni, akkor én dr. Szalontai Barnabást nevezném meg, nagyon sokat tanultam tőle. Hálás vagyok érte,
az elmúlt napon volt halálának 35. évfordulója. Januárban emlékeztünk az önkormányzattal közösen születésének 100. évfordulójára, és most is kegyelettel hajtom meg a fejemet, és remélem, hogy ez a baráti kör valahol az ő gondolatai nyomán, az ő útján halad tovább, és teszi a dolgát. Talán ezzel a műsorral is sikerül egy kicsit részben emléket állítani az ő munkásságának. Gábor? Hát sok név kavarok bennem, de miután valóban az volt a cél a kötetek indításakor, hogy ne egy szakma, vagy ne szűk keresztmetszet szerepeljen Nyírbátor életéből, hanem nyissunk, és ezt nagyon színes palettát szólítsunk meg. Én ebből fakadóan, én Daruka András, női fodrász és régi Nyírbátorinak a nevét hozom ide, nem biztos, hogy ismerik a jelenlévők, már nagyon-nagyon régen meghalt. Én fiatal gyerekként éltem meg, és nem mentem haza nagyon sokáig azokat a nyilatkozásokat, amelyeken én ugyanitt átestem, de mindig engedtem magam elé a zsúfolt váróteremben vendégeket, hogy hallgassam őket. És ez a Daruk András, mint moderátor, annyira kézbe tudta tartani a beszélgetéseknek a fonalát, hogy az tényleg elbűvölő volt számomra. Előjött főleg két nemzedéknyi nyírbátori történet, hisz ez voltak idősebbek és voltak középkorúak, tehát gyakorlatilag olyan 60-70 évet lehetett ott meghallani a régi emberekről, meg a történésekről. Meg, ha még szabad hozzátennem egy nevet, én Szabó Géza tanár úrnak a nevét mindenféleképpen megemlíteném, akivel a főiskolán, ő ott főtitkár volt, de nyírbátoriként és nyírbátori kutatóként, ha találkoztunk, mindig becipelt az irodájába, és több órán keresztül ő kérdezett a jelenlegi nyírbátorról, én meg hallgattam a korábbi nyírbátori történeteit, és ezek azok, amelyek bennem nagyon-nagyon élővé tették ezt a feladatot. És ő az, aki egyébként Nyíregyháza városnak életműdíjasa is, többek között munkássága. Köszönhetően. Attila? Nagyon nehéz dolog. Én nem is szeretnék egyetlen nevet említeni. Említettem már korábban Jánvári Tiborétól, szeretnék csatlakozni ismételten, hogy hatalmas értéke Nyírbátornak, az ő emlékének és az ápolása. De én hálás vagyok a sorsnak, hogy például a harmadik kötetben szereplőket nagy részt egy olyan 70%-ig személyesen is ismertem, személyes élményeim kötődnek hozzájuk, hogy csak egyet-kettőt említsek a teljességigénye nélkül, Koncsek Pál például. Én sokat vitáztam feleségével, Zsuzsával terjedelmi okok miatt, hogy hány oldal legyen ez a visszaemlékezés. Nyilván, hogy ebben megvívtuk a magunkat, de magában az ő személyisége akár egy önálló kötetet is megérdemelhetne, de lehetne még ilyet, akár Boros Gábor, bár elfogult vagyok, mert a sógoromról volt szó, aki itt érte pályakezdő korától haláláig az életét, és tényleg nagyon sok mindent tett a városért, meg közismert emberről. De hogy itt felvetődött az, hogy többféle területről igyekeztünk összehozni a köteteket. Egy nagyon egyszerű embert szeretnék említeni a megnyitón is, vagy az ismertetőn is említettem, Horváth Ferit, az Asztalost. Gondolom most is az én generációm, meg tőlem kevésbé idősek vagy fiatalok, azonnal megjelenik előttük a katonai gyakorló ruhába öltözött Asztalos, aki az Aró terrautójával ledolgozta az életét úgy, hogy a Mercedes a garázsban áll szerintem a mai napig, és nem erről volt ismert, hogy ő a város egyik legjobb szakembere volt az Asztalosok között, hisz parkettagyártással foglalkozott főleg, hanem az emlékét így őrzi meg egy település, és ilyenekre is szükség van. Nem csak az értelmiségre, nem csak az orvosra, nem csak a pedagógusra. Nyilván, hogy pedagógusok vannak többen, hát valahol mi vagyunk ennek a nemzetnek a lámpásai. Tehát mi vagyunk, akik talán át tudjuk örökíteni ezeket az emlékeket. Az utolsó kérdés is mindenkihez ugyanaz.
Én a következő kötetről szeretnék pár gondolatot mindenkitől kérni. Én abban szinte biztos vagyok, hogy lesz következő kötet. Ugye lesz következő kötet? Szerveződik, szerkesztődik esetleg, és hogyha lesz, akkor kezdem inkább így a mondatot. Elárulhatunk-e egy-egy nevet, hogy kik azok, akikről esetleg tudunk benne olvasni, hogy esetleg Katika vállalja el, hogy valakiről ír Gábor, aki mellett ott áll, hogy kerüljön be az életrajza. Attila. Kezdem én. Nagyon fura a helyzet. Egy kellemes, kellemetlenkedő emlék most az ára, amikor a kötet bemutató volt. Egyik elszármazottunk félig sértődött, mikor megkapta a meghívót, és ott szerepeltek a nevek, akik szerepelnek a kötetben. És ő nem volt benne, és óriási felháborodás, és akkor, amikor megtudta, hogy egy hátrányod van, hogy te még élsz. Na most sajnos azóta néhány hónap telt el, de az én felfogásomban már ott van egy volt bankigazgató, ott van egy gyárigazgató, ott van egy előzőekből kimaradt. Tehát ennek biztos, hogy kell legyen folytatása. Én azt mondom, időt én nem tudok mondani, hogy mikor. Nem is ez volt a kérdés. Tudom, de úgy, ahogy 2008, 2010, 2018, lehet, hogy ezt ki kell hozni két év múlva, lehet, hogy eltelik majd öt év, nem tudom, de nekem meggyőződésem, hogy kell a következő kiadás is majd. Én itt magam előtt látván, és Attila elmondta, hogy 8-10-18 a három kötet évszáma. Én szeretem az ünnepeket és a hagyományoknak a rendjét, idejét. És az első kötet ugye szerencsésen találkozott a város 35 éves év, másodszori városá válásnak 35 éves évfordulójával. Az utolsó kötet pedig a 45 éves. Én úgy gondolom, hogy az anyagot is nagyon komolyan kell gyűjteni. Attila az imént szólt is a város lakosságához, nem ismerünk mindenkit, de ebben nagyon sokat segíthetnek az emberek, hiszen aki egészen közel van hozzánk, sokszor hajlamosak is vagyunk elfeledkezni. Nehéz megkeresni ezeket a hozzátartozókat, munkatársakat, családtagokat, de sokat segíthetnek a városlakók. Közben a 2010-es második kötet logikusan hamar fogalmazódott meg, hiszen az első nagy merítéskor már elhangzottak számok, hogy valamelyest időrendet megszabva, de kellett folytatni, mert összegyűlt egy akkora mennyiség. Hiszen az egész múltat vette az igen, igen, egészen korán kezdődött. A harmadik kötet egy nagy lelki feladat is volt, hiszen Attila is említette, hogy többen közülük, akik tanáraink voltak, főnökeink voltak kezdő pedagógusként, bármilyen városi tisztséget töltöttek be, akár a kultúra terén is említett példát Attila. Tehát hozzájuk kellett még olyan gyűjtési feladatokat elvégezni, akik a harmadik kötet, hiszen fölmerült az is, hogy a második kötetnek egy kiegészítő köteteként elvetettük. Legyen ennek rangja, legyen egy időintervallum, amikor kellő súlyával kerül be. És lám-lám, nagyon-nagyon szépen összeállt a harmadik kötet. Biztos, hogy lesz folytatása, kell, hogy legyen. Abban nem vagyok biztos, hogy esetleg koromnál fogva már nekem kell, de segítséget mindenképpen fogok nyújtani, bármilyen tagként, vagy elnökként, vagy közkatonaként. Én azt hiszem, hogy akiket sorolt is itt Attila, hogy sajnos az elmúlt években haltak meg. Vagy éppen az idén a növényolajgyár igazgatója, aki az egész életét itt élte le, ófehértói születésű, most csak nyugdíjas korában költözött be Nyíregyházára, de mindig nagyon hű lokál patrióta maradt. Meg kell keresnünk már most a családtagokat, hiszen éppen tegnap más téma kapcsán beszélgetünk, hogy nem az utolsó pillanatban kell gyűjtögetni, hanem lehet, ahogyan az első kötet is kezdődött, éveken át kell gyűjtögetni, és már megszerezni ezeket a fotókat, írásokat, mert el kell mondanom, hogy a fotók
begyűjtésével elég komoly feladatunk volt. Nagyon sokat dolgoztunk ezért, hiszen ez is nagyon sokat mond majd a fiataloknak, akár a viselet, akár ha meglátja, és akkor fölidéződik benne maga a személy. Én nem akarok most így nevet, hiszen sorolta már Attila, hogy a kultúra terén a növényolajgyár vezetője, akik meghaltak, össze kell gyűjtögetnünk. Nem szeretnék most, és nem is tudnék most hirtelen kiemelni egy-egy nevet, hiszen a családból, egyik családból hangzott el, és ezt tiszteletben kell tartanunk, én is ezt vallom. El kell telni egy bizonyos időnek. A történelemben azért a léptékek egy negyed század, egy fél évszázad, egy évszázad. Egy ember halála után azért a családnak meg kell lelkileg nyugodnia, le kell tisztulnia a környezetének is, arról az emberről alkotott vagy megismert vélemény, tapasztalat. És én ebben hiszek, hogy el kell telni egy pár évnek, de minden segítséget meg fogok ezután is adni. Nem tudom, hogy Gábor mennyire alakította ki a válaszát, akkor egy picit módosítsunk rajta. Az előző kötetekből maradt-e ki olyan élettörténet, olyan életrajz, amiről esetleg ön is úgy gondolja, hogy helyen lenne egy esetlegesen összeálló negyedik kötetben? De áll az eredeti kérdés is. Biztosan maradtak ki. Tehát azt hiszem, ebben mind a hárman egyetértünk, hogy teljességre a szerkesztőbizottság soha nem tudott, meg nem is tud törekedni. Én inkább ezt azzal egészíteném ki, hogy ezt jobban kell ezt társadalmasiasítanunk, ezt az értéket, ami a három kötetben így együttesen megjelent, amit hordoz gyakorlatilag ez a három kötet, mert úgy tűnik, hogy ezt azt hiszem, hogy Attila is, meg Katika is megérezhette, számtalan megkeresés kapcsán, hogy most már tényleg presztízsbe kerülni ezekbe a almanach kötetekbe. Na most ez a felelősséget nyilvánvalóan fokozza, de szent meggyőződésem, hogy egy kutatómunkát rá engedve nagyon sok olyan nevet tudunk most már újra előszedni, akik közül még vannak hozzátartozók Nyírbátorban, lehet eddig szerénykedtek, és most érzik meg, hogy a papír az egy örök hordozó anyag, azt nem nagyon fenyegeti villámcsapás vagy sok más technikai beavatkozás, hogy helye lehet az ő titkos gondolataiknak. Én is tudok neveket, most nem akarom ezeket sorolni. A múzeum kapcsán annyit érzékeltetnék, hogy egyre inkább vannak olyan nyírbátori emberek, mesteremberek is, akik megkeresnek, hogy szeretnének bemutatkozni. Addig nem akarnak meghalni, amíg amit itt alkottak, akármilyen szakmában, azt ne mutassák be, és ez nem öndicséret részükről vagy tolakodás, hanem egyszerűen megérezték azt, hogy tényleg az érték, a tudás az a helyi társadalomé, és akkor azt miért tartsák meg a műhelybe, vagy éppenséggel a szobába az emlékei között. Ezek biztatóak, és a következő szerkesztőség nyilvánvalóan ezeket elő kell, hogy szedje, illetőleg figyelemmel legyen ezekre a ki nem mondott kérdésekre, vagy kérésekre is. Hát remélem, hogy akármennyi idő is telik el addig, hogy kiderül, hogy valóban elkezd úgymond szerkesztülni a negyedik kötet, hogy újra tudunk majd beszélgetni. Én megköszönöm minden kedves vendégemnek, hogy itt volt és együtt tudtunk beszélgetni. Elődeinkre emlékeztünk az előző fél órában, miközben azt gondolom, hogy legalább 100 évet gondoltunk itt hirtelen végig. Köszönöm még egyszer. Kedves nézőknek is a figyelmet, további kellemes televíziózást, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru üzlet biztosította.